Rimaszombattól északra járunk már a hegyek között, nem messze a Rima folyó völgyétől. Kiéte a csöndes zsákfalú, szintén egy völgyben fekszik, mindentől távol, talán ezért is maradhatott meg középkori szépségében a temploma. Építését a 13.-14. századra datálják, és a környékhez hasonlóan Kiéte is elfogadta a reformációs tanokat. Temploma máig evangélikus maradt. Kiéte a gyönyörű freskói miatt nagyon érdekes. Tulajdonképpen egy csoportot alkotnak a közeli Kraszkóban a Rimabányán és Rimabreznón található templomokkal. Ezek a gyönyörű gótikus freskókkal díszített templomok egymáshoz nagyon közel fekszenek a Kishont régióban. Egy nagyon szép kis zsákfalu. Egyébként ahová, hát mondjam azt, hogy a madár se jár, most már a madár is jár arra, mert hogy egyre többen tudnak a templomáról. Bemegy az ember, egy apró falusi templommal találkozik, szinte érintetlen a templom is, a környezete is, tehát egy abszolút nem várt dolog, ami ott bent fogad. És hogyha belépünk ott a déli kapuzaton, ami a mai napig a déli kapuzat funkcionál, az eredeti középkori bejárat, akkor az északi falon egy gömörben szinte elképzelhetetlenül hatalmas, monumentális, utolsó ítéletábrázolás látható, ami tényleg odaszögezi az embert a bejárathoz. A legrégebbi freskó az első boltív alatt még a 12. században készülhetett. Aztán az eredetileg erőt fallal körülvett román-gótikus stílusú templom freskó díszítéseinek második szakasza a 14. század végére, a 15. század első felére tehető. A kiétei templom különösen érdekes, mivel gazdagon díszített freskókkal. A presbitériumban található képek még a 14. századból származnak. A templom északi falát díszítő, monumentális falkép pedig a 15. századból származik. Ebben az esetben a freskó keletkezésének pontos éve is megvan. 1486-ban festették. Középpen az ítélő Krisztus látható egy mandorlában, aki ítéletet mond a halandók felett, jókra és rosszakra osztja őket. Ez látható az északi falon, és lényegében a templomhajó teljes falát elfoglalja. A mandorla, amiben az ítélő Krisztus látható, egy mandula alakú óriás keret. Ezen belül festik meg az ikont. Úgy is el lehet képzelni, mint egy glóriát, csak ez az egész testet körülöleli. Ahogy a reformáció idején sok helyen itt is lemeszelték a falakat, így a freskók tulajdonképpen fehér védőburkot kaptak és megmaradhattak. És itt nagyon jó állapotban maradtak fenn. A legrégebbi képek a szentélyben levő freskók az angyali üdvözlet jelenetével, a diadalívben pedig az okos és balga szüzek történetének szereplőit, illetve Jézus életének a jeleneteit láthatjuk Júdás csókjától egészen Krisztus siratásáig, a Pietáig. De a lényeg a hajó északi oldalán látható. Kivételes, hogy a templomhajó teljes falát ennek a freskónak szentelték. Ez egy nagyon praktikus döntés volt, mivel a belépő rögtön ezzel találta szemben magát. A freskó az utolsó ítélet jelenetével, a szegények bibliájával az olvasni nem tudókhoz szólt. A jelenet alsó szintjén a túlvilági utunkat festették meg, nagyon egyszerűen és hatásosan, vagy a rossz oldalra kerülsz, a pokolba, vagy a jó oldalra, a mennybe. A hatalmas körben fent Krisztus látható egy mandorlában, ahogy imádkozik, körülötte az angyalok, és kategóriákra osztva a szentek, a férfiak és a nők. Valójában ezek a boldog emberek, akik a mennybe jutottak. Rám olyan mély hatást tett ez a freskó, hogy aztán érdekes volt, hogy elkezdtem foglalkozni a középkori ember túlvilág képével. Tehát, hogy ugye nekik maga a templom az egyik legfontosabb hely volt az életükbe. Ezért volt minden kis falunak temploma. És ugye a templomban hallott prédikációk voltak az egyetlen kitekintés abból a világból, amiben ők éltek. És ugye a 14-15. Században maga az akkori járványok, tehát a pesti során rengeteg ember halt meg Európában, tehát maga a halál az együtt élt velük. És ezért nagyon fontos volt egy olyan túlvilágkép, amiből építkezni tudnak, vagy amire építeni tudnak. És valószínű, hogy a túlvilágképnek a képzete az nem csak a prédikációkban jelent meg, mert hogy ugye itt az írni-olvasni nem tudó embereknek ez kevés lett volna, hanem itt egy olyan nyomatékos ábrázolás, falkép ciklusra volt szükség, ami tényleg elmagyarázza számukra, hogy
mi az, ami miatt a földi életben úgy kell viselkedni, ahogy kell. Fontos volt, hogy az emberek lássák ezt a jelenetet, mi az, ami valójában megtörténhet velük. Jobb oldalon, ha a mennybe jutnak, egy angyal várja őket, és az itt sorakozók valójában a mennybe vezető úton haladnak. Ahol a mennyei kapu várja őket Szent Péterrel, aki nem teljesen látszik, de a feje szépen kivehető a glóriával. Az ellenkező oldalon viszont a pokol. Itt nincs angyal, csak vadállatok vannak emberi testtel, de állatfejekkel. Van egy nagyon furcsa kutya, ami nagy karmokkal várja a pokolba jutókat. Ide már nem önkéntes az érkezés. Az embereket láncra fűzve látjuk. Arrébb egy fenevad rángatja be őket a pokolba, és a teljes pokolbéli utazás még folytatódik, de csak töretékekben maradt fent. Fontos még itt a béka szimbólum. Az embertömeg alatt található, és a gonoszt jellemzi. A béka nyálkás, undorító lény gyakran a kövek alatt rejtőzött, így az égi sugárzás a fény nem érte el, tehát rossz tulajdonságokat sugároz. Ezért gonosznak tekintették, látható is, ahogy egy embert a lábánál fogva hurcol a pokolba. Ez a nagyszabású utolsó ítéletkép az európai gótika egyik kiemelkedő emléke. Az ítélő Krisztus körül az apostolok, Mária és keresztelő Szent János, alattuk pedig a sírokból feltámadó lelkek. A falképek megrendelői a Széchenyi család tagjai lehettek. A szentély Széchenyi Franknak, az utolsó ítéletképe fiainak, Lászlónak vagy Simon király ajtónálónak a kérésére készülhetett. És persze, ha ilyen szuggesztív a pokolbéli fenyegetés, kell lennie üdvözülésnek is. Ez a feltámadás. Minden halott 33 éves korában csodálatos állapotban kell fel a sírból, és akkor ott vár rá az ítélőszék. Ugye van, aki azonnal elindul jobb oldalra, tehát a mennyek kapuja felé, ahol Szent Péter várja őket a kulccsal, és egy arkangyal segíti a vonulásokat, ez kiétén nagyon szépen látszik, mindegyik ruhátlanul egyébként. És ugye ott van a központ középső rész, ahol megy a harc, ahol a kecskefejű, kecskelábú örtögök csatáznak az angyalokkal a lelkekért, és ez is megjelenítődik. És ez számomra érdekes, hogy ugye ott vannak a padok, tehát ha az ember leül, akkor pontosan ezt a sávot látja, amikor az emberek megítéltetnek. Tehát ha bejött az a középkori ember, akkor tulajdonképpen a mise előtt, után, közben nézhette azt a sávot, ahol az ő ítélete zajlik, az utolsó ítélet zajlik. A gótikus freskókat még 1894-ben a fiatal Gró István, az Iparművészeti Főiskola későbbi rektora fedezte fel. De a templom protestáns korszakából is maradt valami kivételes. A kazettás famennyezet reneszánsz virágdíszítésekkel 1637-ből. A virágok ismétlődnek, ettől csak egyetlen kazetta tér el, ezen egy szárnyas ember és egy sárkány alak jelenik meg. A reformációs fordulat szerint a hívek közvetlenül tarthattak kapcsolatot a fennvalóval. Sokan ezzel magyarázzák, hogy a szimbolika a mennyezetre került. Kiétén több történelmi kor jellegzetességeit fedezhetjük fel. A templom eredetileg román stílusú volt, később gótikus átépítésen esett át, de az oltár már késő reneszánsz. Ritkaságnak tekinthető az 1637-ből származó reneszánsz kazettás mennyezet, de ugyanakkor az időből fennmaradtak a mecénások lócái is. Én különösen nagyra értékelem ezt a változatosságot a több történelmi korréteggel, és ahogy ezeket nem váltották fel az újabbak, hanem a különböző korszakok egymás mellett vannak jelen. Az északi fal gyönyörű és monumentális freskója pedig nem csak engem varázsol el már első ránézésre, hanem minden látogatót.